A MIPA azért rendelt egy saját cimbalmot, mert 2020-ban 15 éves az intézmény, ahol rendszeresen szerepelnek programon népzenei és világzenei koncertek, tehát egy évadon belül nagyon sok olyan koncert van, ahol cimbalom szükséges az előadáshoz, és mindeddig nem volt saját hangszerünk. Egyelőre most ez csak így virtuális bemutató, és reméljük, hogy 2021-ben egy nyilvános koncerten fog tudni debütálni az új cimbalmunk. A MIPA az ország első számú zenei központja. Ezt nem csak a zenészek tudják, de mi hangszerkészítők is tudjuk. Egy ilyen helyre hangszert készíteni az egy különös lehetőség, különös megtiszteltetés természetesen, és egy végig gondolandó feladatot jelent. A hangszer hangját illetően egyrészt figyelembe kell venni a helyiségnek az akusztikai jellemzőit, így egy hatalmas nagy helyiségről van szó, ezért nyilvánvalóan egy olyan hangszert kell készíteni, ami a legnagyobb méretű és a legnagyobb hangtérjedelmű. Aztán, hogy milyen lett ez a hangszer, azt az országban talán leghíresebb cimbalom művésze próbálhatta ki az előbb és véleményezhette. Ez nem az én tisztem. Gyönyörű is, jó is szól, és nagyon örülök neki. Remélem, hogy a többi cimbalmos is nagyon fog neki örülni. Ez tényleg ünnepnap a cimbalmosok, mert végre saját hangszerrel rendelkezik a MIPA, és tudjuk használni. Csodálatos idevaló, abszolút, betölti a hangversenytermet, és én azt gondolom, hogy mindenfajta műfajt ki fog elégíteni. Szóval, ha egy klasszikus, szimfonikus zenekarban megszólal a cimbalom, akkor is tud olyan akusztikai készséggel rendelkezni, hogy betöltse a teret, és ne legyen kicsi a hangzás, és hogyha szólóban játszik valaki, vagy egy kisebb formációval, akkor is egy gyönyörű hangzás lesz. Szóval nagyon szépen köszönjük a mesternek, hogy ilyen hangszert készítettek.